Egy AI jó vízhűtés beszerelése szinte mindig bonyolultabb, mint egy léghűtésnek a felszerelése, mivel ezekhez tartozik egy radiátor, egy pumpa, nem csak egy egyszerű hűtőbord, amit így lecsavarunk az alaplapra. Viszont nem mindegy, hogy ezeket milyen irányban, milyen módszerrel szereled fel, mert eléggé könnyű őket tönkretenni. Nézzük, hogy melyek a helyes módszerek. Ez itt egy Arctic Liquid Freezer 2 360 mm-es hűtő, tehát szükségünk lesz nyilván egy gépházra, ami támogat 360 mm-es radiátort. Ez egy Corsair 5000D gépház, itt felhelyezhetem ezt a hűtőt akár ide felőre, vagy akár ide előre is. Csak nem mindegy, hogy ezt hogyan tesszük meg, mert ezeket a hűtőket tönkre lehet ezzel tenni. A szabály, amit követni kell, a pumpa, azaz ez a vége a hűtőnek, mindenképpen legyen a radiátor legmagasabb pontjánál egy alacsonyabb pozícióban, akár így, így valahogy. Ez viszont így már értelemszerűen nem jó. Egy eléggé gyakori felhelyezési módszer az, hogy a radiátort ide rakjuk alulra, ez nyilván most nem férne ide, de mondjuk egy 240 mm-esnél ezt a hibát el lehet követni. Itt van alul a radiátor, a pumpa pedig itt a processzoron. Ezzel a pumpába, de a pumpa van felül, a levegő pedig mindig felülre szeret menni. Levegő fog kerülni a pumpába, tehát üresen fog menni, és nem igazán tesz jót neki. Abban az esetben mondjuk, hogyha ezt a radiátort ide szerelném fel előre, itt már van 3 darab ventilátor, szóval ezt nem fogom megtenni, és így rakom a pumpát, akkor ez így jó, ez a cső, ez állhat így felfelé, vagy hogyha elég hosszú a cső, akár így lefelé is, ez is működhet így. Én most ezt a hűtőt úgy fogom felszerelni, hogy a radiátor az itt legyen így felül, a pumpa pedig nyilván így lesz, úgyhogy akkor gyertek, szereljük is fel. Először én mindig a pumpát szoktam felszerelni a processzorra, hogy ne menjen ezzel az idő, és mivel minden hűtőnél ez máshogy és máshogy van, felszereltem már a szükséges csavarokat és felfogatásokat ehhez a hűtőhöz, hogy ezt hogyan kell, nézzétek meg mindenképpen a hűtőnek a használati leírását. Először nyilván el kell helyeznünk a hűtőn a termálpasztát, én most mivel Ryzen proci, ezeken én általában vagy az ilyen méretű csipeken én egy X-et szoktam nyomni. Ez egy Arctic MX5-ös paszta, ami egyébként jóval folyékonyabb, mint sok hasonló paszta. Nem kell egyébként attól félni, hogy nem fettük le most esetleg minden egyes területét, mert hogyha a hűtőt rárakjuk, az úgyis el fogja teríteni, és ki fog lapulni az egész, úgyhogy ez most így jó. Arra nyilván nem árt figyelni, hogy a hűtőnek a kábelét lehetőleg ne nyomjuk bele a pasztába, úgyhogy ezt így megfogjuk, és ide nyomjuk szépen valahogy, hogy ezek itt így a megfelelő pontban tudjuk felfogatni. Kicsit elmozgatjuk, hogy a pasztát egyengesse, majd fogjuk a megfelelő csavarokat és becsavarozzuk a hűtőt. Csavarhúzót mondjuk lehet kellett volna hozni. Ezeket a csavarokat jó erősen meg kell húzni, nyilván ne nyírt ki, de fontos, hogy a hűtő és a processzor között egy stabil, megfelelő kontakt legyen. Ahogy látjátok, én ilyen átlós módszerrel haladok, meghúzom ezt, aztán ezt, utána jön ez, majd pedig ez. És meg is volnánk, ez azért rendesen rajta van. Úgyhogy akkor most felhelyezzük a pumpát, mint mondtam én ide felülre fogom most felrakni. Hogyha a te házad nem támogatja azt, hogy felülre egy 360 mm-es radiátort rak, már pedig ez gyakran így szokott lenni, mert ez egy viszonylag nagy ház, akkor rakhatod előre, amire figyelni kell, hogy mindenképpen alacsonyabban legyen a pumpa, mint a radiátornak a legfelső pontja. Az se baj, hogyha fordítva van, tehát a csövezés mondjuk így áll, ekkor a legrosszabb dolog, ami történhet, hogy esetleg egy kis buborékos hangot fogsz hallani, ahogy a levegő az itt motoszkál, de ezzel nem kellene, hogy a levegő átjusson a pumpába, úgyhogy ez így jó kellene legyen, de ha tudod, és eléggé hosszú a csöved, akkor azért így helyezd el. Ez inkább 240 vagy 120 mm-es AI-oknál probléma, mert itt egy 360-asnál nem igazán tudom ezt akárhogy forgatom rosszul felhelyezni, de mondjuk egy 240-esnél tudom ezt így lejjebb rakni, és akkor már kinyírhatom a pumpát. Na de én ezt most ugye így fogom felszerelni. Igen, a kábeleket érdemes eligazgatni, ezt most szinte nem látjátok, de elég keményen küzdök én itt most. Hát valószínűleg mégsem felülre fog ez a radiátor bekerülni, mert az Arctic radiátorok kicsit vastagabbak, mint a többi. Ezért van ilyen jó hűtési teljesítményük. És nem tudom sajnos felülre rakni, mert nem fér ide a processzor tápellátási kábele miatt, úgyhogy ezeket a ventilátorokat kiszedjük, rakjuk ide, újra tervezés. A few moments later. Közben lejöttem ide a földre, igen, szőnyeg van, tudom, de nem nagyon férek már ott az asztalon, szóval nincs más opció. Ide fog kerülni a radiátor,
Úgyhogy most, hogy a hűtés azért mégiscsak jó legyen, és egy értelmes airflow-t tudjunk kialakítani, a ventilátorokat meg kell fordítani, úgyhogy ezt is gyorsan most megcsináljuk. Ezeket a csavarokat nem kell annyira erősen meghúzni, mint ahogyan a pumpánál csináltuk, nyilván azért tartsa stabilan, de ez nem fog menni sehova, nem fog leesni, ne húzz túl. És nagyon fontos, csavarozd be az összes csavart, főleg, hogyha egy 360 mm-es radiátorod van, és főleg akkor, hogyha felülre helyezed el, mert akkor az már okozhat problémát. És persze elfelejtettem azt felvenni, hogy minden kábelt, ami a hűtőbe kell, hogy menjen, például ugye az alaplapnak a csatlakozója, az dugjuk be mindenképpen, mivel ez ugye egy ARGB-s hűtő, nekem még egy ARGB kábelt is be kellett dugni. Itt lenne a kész build. Köszönöm nektek, hogy megnéztétek ezt a videót, valamint köszönöm az Arcticnak, hogy elküldték nekem ezt a hűtőt. Ha tetszett, amit láttál és segítettem, akkor kérlek nyomj egy lájkot, mert hatalmas segítség. Valamint ha szeretnél még tőlem több videót látni, akkor mindenképpen iratkozz fel.